Gondoltad volna, hogy néhány nap rajztanulás után elképesztő alkotásokra leszel képes? Hidd el, te is meg tudod csinálni, ez már bizonyított tény. Dorogi Andrea, a Valdor Art Rajz és Festőiskola tulajdonosa rajzolni és festeni tanít olyan felnőtteket és gyerekeket, akik ugyan nem rendelkeznek semmilyen művészi előképzettséggel, mégis alkotni vágynak. Nem csak hiszi, de tudományosan bizonyította is egy kísérlet kapcsán, hogy az alkotás olyan területeket ér el az agyunkban, melyek valóban mérhető boldogságot okoznak és csökkentik a stresszt. Olyan embereket tanítunk rajzolni és festeni, akik egyébként nem rendelkeznek semmiféle művészi előképzettséggel. Ez egy családi vállalkozásnak indult, a feleségemmel együtt kezdtük el. 12 éve csináljuk ezt a vállalkozást, az elején csak felnőtteknek tanítottunk és csak rajzot. Most már a rajz mellett van festés, pasztelkréta, színes ceruza, tehát iszonyat sokféle technika. Minden tantermi tanfolyamunk megvan online verzióban is, tehát bárki bárhonnan tanulhat. Dorogi Andrea és férje nap mint nap azon dolgozik, hogy mind teljesebb, mind átfogóbb tanfolyamokat nyújthassanak a résztvevőknek. Hiszik és tudják, hogy az alkotás szépsége mindenki számára elérhető és megszerezhető. Szeretnének megtanulni rajzolni. De igazándiból emögött nagyon sokszor más dolog van, valami olyan dolog, ami az ő személyes problémája. Van olyan, aki mondjuk a nyugdíjas éveihez szeretne egy tartalmas elfoglaltságot, és hogy ez a mit kezdjek magammal életérzést, akkor abban a festésben meg a rajzolásban ki tud bontakozni. Nagyon sokan vannak, akik valóban szeretnének megtanulni rajzolni és festeni. Hatalmas szeretet övezi Andreáék tanfolyamait, ami nem véletlen. Abban hisznek, hogy a résztvevők sikere egyben az ő sikerük is. Éppen ezért Andi és Péter már nem egy kiállítást nyitott meg, melyen a tanítványainak rajzait, festményeit tekinthette meg a nagy érdemű közönség. Hisznek abban, hogy a rajz és a festés egy olyan készség, amely mindenkiben benne van, és amit mindenki tehetségé formálhat át, így többféle tanfolyamot is megalkották, hogy kiki megtalálhassa a számára legmegfelelőbbet. Lehet tőlük tanulni tanteremben Budapesten, online a világ bármely pontjáról, balatoni táboraikban, sőt, még ingyenes bárki számára elérhető tanfolyamaik is vannak. Én személyes belső motivációm az az, hogy a rajzolás és a festeni tanulás által megváltozik az emberek élete, és azt a belső átalakulást szeretem látni, ahogy eljutnak a kezdeti önbizalom hiányból, hogy nekem ez úgysem fog menni, egy odáig, hogy mondjuk egy saját kiállításom van. Közgazdász vagyok, és bankban dolgozom. Nagyon sűrűek a munkanapjaim, nagyon igénybe veszik a figyelmemet, a türelmemet, kihívásokkal teli állásban vagyok. Így nekem a rajzolás, a festés az egy kikapcsolódás. Maga a rajzolás meg a festésnek az alkotás folyamata, tehát az már egy stresszoldó hatású. Mi csináltunk is egy ilyen nagy kutatást, egy ilyen lemértük az agyműködésünket rajzolás közben, és az is jött ki ebből a kutatásból, hogy egyértelműen relaxáló, stresszcsökkentő hatása van. Én már jártam más rajztanfolyamokra, nem éreztem magam igazán jól, és akkor keresgéltem, interneten találtam. Felszabadult vagyok, repül az idő, nem létezik tulajdonképpen az idő, fogalmait még közben rajzol. Eljön valaki hozzánk, akkor őre személyesen készülünk, főleg, hogyha már valakit régebb óta ismerünk, és tudjuk a stílusát, tudjuk, hogy milyen képet szeret, akkor őre személyesen tudunk odafigyelni. Nekem kett egy olyan szabadidős tevékenység, ami abszolút kikapcsol is, és megszűnik körülöttem a világ, át tudom élni ezt a flow élményt, és ezt szerencsére meg is találtam. Nekem elsősorban az az élmény meg abban segített, hogy nekem is nagyon nehezen ment a kikapcsolódás. Nagyon jó, hogy az ember ki tud kapcsolni, ráadásul valami tartalmas dologgal. Én úgy kezdtem neki, hogy úristen, tehát hogy ilyen legegyszerűbb rajzokat és a gyakorló rajzok, hogy Jézusom, én ezt nem fogom tudni megcsinálni, és most azért már mondhatom azt, hogy elég sok mindent meg tudtam rajzolni, meg nyilván a kiállításra is most már ki lettek téve képek, illetve én azt veszem észre, hogy így az önbizalmamon is nagyon, nagyon sokat segített a rajzolást. 2015. februárjában jártam Andiéknál, első nap le kellett rajzolnunk önmagunkat. Már nevetek azon, amit akkor rajzoltam, de a legtöbb embernek csak ez megy.
azt hiszik, hogy csak ennyire képesek. Végig magamat kellett rajzolnom, és ez nekem nagyon-nagyon nehezen ment. Hiszem, hogy Martól vagyok az, aki, hogy részt vettem Andiéknál ezen a tanfolyamon. Olyat adtak, amiért egy életen át hálás leszek. Miért ők? Mert náluk tuti a siker. Most elindítottunk egy programot tavaly, ez teljesen egyedülálló program itt hazánkban, és ez sikeresen befejeződött, és több mint 150 ember végezte el ezt az egyéves programot, amit egy hatalmas kiállítással ünnepeltünk a nálunk tanultak műveiből, alkotásaiból. Belevágtam ebbe az egyéves mentor programba, és nagyon sok pozitív élmény ért ez időszak alatt. Készültek olyan képeim is, amik már az ő véleményük szerint kiállításra megérettek, és nagyon büszke voltam rájuk akkor, amikor az első közös kiállításon két képem is kikerült ezek közül. A legfontosabb, hogy mindenki megértse az alkotáson keresztül, hogy meg annyi rejtett képességgel rendelkezik az élet számos területén, melyet ha akar, el tud sajátítani. Ezáltal egy teljesebb, boldogabb és kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb életet tudhat a magáénak.